Több mint 170 éven felüli csanaki szépkorú érkezett a szerdai idősek napi rendezvényre, a Ménfő csanaki Bezerédi kastélyba. A programnak komoly hagyománya van a városrészben, amit idén is nagy izgalommal szervezett a városrész önkormányzati képviselője. Takás Tímea számára nagyon fontos az idősebb generáció, ő maga is kiváló kapcsolatot ápol velük. A magyar társadalomban az időseknek nagyon fontos szerepe van, nagyon fontos értékeket, tapasztalatokat, bölcsességeket hordoznak ők, amelyeket át kell adni a fiataloknak. Én úgy gondolom, minden olyan lehetőséget, alkalmat meg kell ragadnunk, ahol ezt meg tudjuk tenni, fel tudjuk hívni erre a figyelmet, és emellett minden olyan más lehetőséget is meg kell ragadnunk, melyekkel az ők mindennapjaikat tudjuk könnyebbé tenni, akár egy idősbarát fejlesztéssel, akár színes programokkal. Színes programokból nem volt hiány a délutánon. Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház színésze egy közismert sanzonokból álló dalcsokorral szórakoztatta a vendégeket. Annak sem kellett csalódnia, aki éhesen érkezett, hiszen ízletes süteményekkel és finom ebéddel készültek a szervezők. De nem csupán ezek miatt nagyszerű érzés csanakon idősnek lenni. Idősnek lenni mindenhol jó, de Ménfő csanakon a legjobb idősnek lenni azért, mert hát az ember itt külön megbecsülik, külön tiszteletbe tartják, szép környezet, jó közérzet van, főleg itt a Bezerédi kastély, a környéke milyen szépen kinéz. Érthető tehát, hogy a 70 év feletti korosztály is olyan jól érzi magát a bőrében, ebben a városrészben, hiszen nem csupán az évnek ezen a szakaszán kapnak megbecsülést és odafigyelést az időse. A szervezők ígérik, a jövőben is folytatják ezt a nemes hagyományt.